10 évvel ezelőtt kezdtem el úgymond az elnöki kampányutamat, és akkor itt jártam. Akkor még kicsit sötétebb volt a terem, akkor még este is volt, és kicsit kevesebben is voltatok. Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke köszöntötte a Szekszárd Kórház sportkör vívószakosztályának a sportolóit. Beszédében elmondta, hogy közel 10 évvel ezelőtt is abból a célból látogatott Szekszárdra, hogy az egyesület elnökével és a szakosztályvezetővel átbeszéljék, hogy mi az, amiben a szövetség segítséget tud nyújtani a szekszárdi klubnak. Csampa Zsolt azt is hozzátette, látja, hogy az egyesület felszerelése és sportolói állománya sokat fejlődött az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz képest. Azokhoz képest, az állapotokhoz, hogy az 1992-es gépekkel, felszerelésekkel, ruhákkal, saját maguk gyakorlatilag voltak, egy kicsit elzárva ilyen, mondjuk szigetszerűen egy kis közösség, 8-10 fiatal kis csemetevi volt. Ahhoz képest azt lehet látni, hogy a hátam mögött körülbelül vannak 20-25-30-an, mellette egy modernabb felszereléssel. Nyilván azt lehet látni, hogy hogyan és hova tudunk még jobban fejlődni, és büszkén mondhatom azt, hogy bekapcsolódtak ők már a saját úgymond vívó rendszerünkbe, kvázi gyakorlatilag az országos bajnokságba, a válogatott versenyekre, és ahogy eddig egy fegyvernemes volt Szekszárd, most már gyakorlatilag két fegyverneme van, eddig törözök voltak, most már párbajtörve is tulajdonképpen edzéseket tartanak. Azt gondolom, ez óriási dolog, főleg egy ilyen kis klub életében. A vidéki szakosztályok jelentős szerepet játszanak az országos utánpótlás bázis biztosításában, erről is beszélt Csampa Zsolt. Nagyon is lehet rájuk számítani, hogyha csak azt mondom, hogy Bockó Gábor, aki Tapolcáról indult el, vagy éppen Siklosi Gergő, aki úgy szintén Tapolcáról indult el, gyakorlatilag, és különböző vidéki városokból, még mondhatnék felnőtt, meg utánpótlásban is válogatott kerettagokat, olimpikonokat, világbajnokot, Európa-bajnokot, akkor azt kell mondanom, hogy Békés Csabától egész Debrecenig, de tulajdonképpen Győrtől egészen Szekszárdig megvan az a muníció, megvan az a munka, az a szakmai teljesítmény, amivel igenis gyakorlatilag ezekre a gyerekekre, fiatalokra tudunk alapozni, akár a jövő tekintetben mondjuk egy válogatott keretedzésen, vagy később ebben a válogatott munkájában, mondjuk egy EB-VB tekintetében. Ha most azt nézem és visszanézem az elmúlt egy hónap utánpótlás teljesítményét, akkor büszkén mondhatom azt, hogy például az Európa-bajnokságot kadett juniorban megnyertünk, mind kadettban, mind juniorban. A világbajnokságon a negyedikek lettünk. Azt gondolom, hogy a pont táblázatban negyedikek lenni, vagy éppen első lenne Európa-bajnokságon utánpótlás szintjén, én azt gondolom, ez mindenféleképpen siker, és nyilván ez a siker azért azt nem lehetett volna úgy elérni, hogyha egyrészt nincs az a kormányzati támogatás, azok a források, amit kapunk a szponzoroktól vagy az államtól, és nincs meg az a szakmai munka és az a család támogatás, amely gyakorlatilag helyben, gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy támogatja, segít. Most lefolytatott tárgyaláson a jövőbeni tervekről esett szó, hiszen sok olyan dolog van még, amivel a szakosztály működését és az utánpótlásbázis gyarapodását segíteni lehetne. Azt gondolom, hogy nyilván abban az apró előrelépésekben, akár edzőkérdésekben, akár jövőben gyakorlatilag egy leendő létesítményfejlesztésben is, azt gondolom, hogy lehet olyan kitörési pont, amely egy kicsit jobban nyitottabbá tud válni gyakorlatilag a vívást. Hozzá kell tennem azt is, hogy nyilván, hogyha tudunk edzőket ide csalogatni, és ebben állapotunk meg elnök úrnak, hogy ennek a forrását, lehetőséget közösen megpróbáljuk megteremteni, akkor mondjuk a mindennapos testnevelés keretében, akár a testnevelési órákon is tulajdonképpen már tudnának vívókat úgymond toborozni, vagy gyakorlatilag a jövő generációt egy picit a vívás irányába, de ha más nem, legalább a sport irányába motiválni. Tavaly szeptemberben kezdte meg a Szekszárdi Vívóklub a gyerekek toborzását azzal a céllal, hogy az addig csekély létszáma működő szakosztályhoz újabb tagokat csábítson, így bővítse a versenyzői bázist. Hát örülünk, hogy a szeptemberi toborzás ennyire eredményes volt, hiszen több mint 20 kis gyerek érkezett az egyesülethez, a vívó szakosztályhoz, és elkezdtük velük a munkát, úgyhogy decemberre már igazából felszerelést kaptak, pengét kaptak a kezükbe, addig folyamatosan fejlesztettük őket, alapozó edzéseket tartottunk, és december már gyakorlatilag vívtak egymással. Januárban tartottunk egy ilyen kis házi versenyt, amire gyakorlatilag mindenki, aki kezdőként elkezdett járni, benevezett, úgyhogy ott volt egy háromcsoportos összeállítás, és ez volt az első versenyük, de hát azóta több versenyen tudtunk már részt venni. Vidéki egyesületekhez tudtunk elmenni, illetve olyan bajnokságokra, ahol egyrészt még nem kellett a sportkönyv, ezek után fogjuk a gyerekeket majd leigazolni, aki szeretne versenyre járni,
azokat nyilván be kell jelentünk a szövetséghez, és a szövetségen keresztül akkor tudjuk versenyeztetni őket. Az egyesületnek nagy vállalása volt, hogy az eddig preferált törfegyvernem oktatást párbajtör oktatásra váltották, erről is beszélt Garai előtt. Azok a gyerekek, akik eddig ide jártak, ők törfegyvernembe indultak. Ezek a fiatalok, akik összejelentkeztek, viszont párbajtőr fegyvernemet választották, legalábbis az irányításunk alapján, és párbajtőr fognak a kezükbe. Ez nekünk is egy kicsit változás, viszont én azt látom, hogy nagyon motiváltak a gyerekek. Egyrészt azért is, mert hogy viszonylag korán megkapták a pengét, a ruhát, másrészt azért, mert látom, hogy lelkesen járnak az edzésekre, illetve hát lelkesen jelentkeztek ezekre a versenyekre, amikre ugye elmentünk. Tovább szeretnénk ezt is folytatni, és amennyire tudjuk versenyeztetni őket, most még április végén is lesz, még májusban is több olyan verseny, amire részben könyv nélkül, vagy éppen sportkönyvvel tudjuk majd őket elvinni. Hát remélem, hogy azért a nyári időszakig még azért lesz egy pár, és akkor el tudjuk vinni ezeket a gyerekeket is. A szekszárdi klub életében a következő ciklus a fejlesztésekről fog szólni, hogy a megnövekedett sportolói bázist megfelelő körülmények között tudják edzeni és felkészíteni a versenyekre.